A kevevári intézménybe 321 gyerek van beíratva, ebből a létszámból 59-en hely hiányában általános iskolák épületeiben vannak elhelyezve. Potreba za vrtićem je velika. Liste čekanja su nam stvarno negde velike. Ove godine 80 dece je ostalo na listi čekanja i onog momenta kada se otvori vrtić, lista čekanja neće postojati. Az új részleg építésének első szakaszát az önkormányzat saját eszközeiből biztosította. Most a második szakasz van folyamatban. Ukupna vrednost investicija je 86 miliona i 205 hiljada dinara plus 30 hiljada, odnosno plus 30 miliona za opremu. 15 miliona smo već iskoristili zato što nam je Ministarstvo financija obezbedilo te novce i kupili smo kuhinju, opremu za kuhinju, mislim na posuđe, kupili smo posteljinu, računarsku opremu, a ostali 15 miliona očekujemo uz obećanje da ćemo dobiti od Ministarstva prosvete jer smo učesnici u projektu inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Igor Mirovics tartományi kormányelnök látogatásán kiemelte, elsőbséget jelent az oktatási és az egészségügyi intézményekbe történő beruházás. Za nas je ulaganje u predškolske ustanove, osnovne, srednje škole i bolnice bio apsolutni prioritet u protekle tri godine i mi smo praktično u pokrajinskoj vladi promenili čitav jedan koncept da bi u prvi plan stavili ove ustanove, ustanove u kojima se leče ljudi poput bolnica ili ustanove u kojima borave najmlađi, uče i stiču nova znanja poput osnovnih srednjih škola pa i predškolskih ustanova. 150 gyerek számára készül az új korszerű objektum Keveváron.